Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. A mai beszélgetésre dr. Lőrinc Attilát, a Vadex ZRT vadfeldolgozási ágazati igazgatóját hívtam meg, mert bizony mondom, hogy fontos kérdés, hogy a vadhús megkapja azt a figyelmet hazánkban az asztalainkon, amit egyébként kiérdemelne. Kérdésként merül fel mindig, hogy prémium termék vagy a közékeztetés alapja lehet-e. Hát erről fogunk beszélgetni, illetve erre kérek majd választ. Örülök, hogy itt vagy velünk. Szervusz. Tisztelettel köszöntelek. Nos, hát ugye számtalanszor megfogalmaztad, hogy a vadhús fogyasztás Magyarországon semmiképpen nem árkérdés. Mm. És amikor ide kerültél Soponyára, egy új ágazati stratégiát dolgoztál ki. Hol tartunk most? Először is nagyon szépen köszönöm a meghívást. Nagyon aktuális a kérdés, azt gondolom. Nem csak a Vadex hol tart, hanem az egész gondolkodás hol tart ebben, a fogyasztóknak az edukációja hol tart, és egyáltalán az átlag egy főre eső húsfogyasztás, vadhúsfogyasztás, hogy áll Magyarországon. Egy nagyon érdekes időszak ért véget az elmúlt évben, és egy nagyon küzdős éven voltunk túl, vagyunk túl, és úgy tűnik, hogy egy sokkal küzdősebb év előtt állunk, de a hazai vadhúsfogyasztás kapcsán borzasztó jó hírekkel tudok jönni, nagyon jó hírekről tudok beszámolni, ugyanis a korábbi évekhez képest nagyon úgy tűnik, hogy elindult egy fölfelé ívelő pálya. Ha ilyen viszonyszámokba akarom kifejezni, ez a mi esetünkben bár nagyon pici a bázis, nagyon, nagyon csekély a bázis, de az elmúlt évben ez több mint 50%-os emelkedést jelentett a magyar piacon. Még egyszer mondom, a vége is viszonylag alacsony szám, de mégis látszik valami, látszik az, hogy az a rengeteg energia, amit ebbe beletettünk, illetve nagyon úgy tűnik, hogy most már a versenytársaink is néhol kezdenek fölzárkózni, vagy egy-egy helyen látszik az, hogy ők is elkezdték ezt az edukációs munkát. Tehát az a rengeteg energia, amit ebbe beletettünk, az elkezd dolgozni, elkezd működni. Mind a tőkehús piacon, mind pedig a tovább feldolgozott termékek piacán úgy tűnik, hogy ez az érték helyenként a 70-80%-ot is eléri a bázishoz, tehát 2020-hoz és a korábbi évekhez képest a növekedés. Nagyon bízunk benne, hogy ezt az elért szintet, ezt meg fogjuk tudni tartani, illetve tovább fogjuk tudni növelni. Ugye ez nagyon sokat köszönhet neked ilyen értelemben is a Vadex, hiszen az érkezéseddel indult el ez a folyamat, mert ez egy folyamat. Ugyanakkor ne legyenek illúzióink, hiszen egy elmúlt, ahogy te magad is megfogalmaztad, már 50 év lemaradását kell pótolni. Igen, én is nagyon sok mindent köszönhetek a Vadexnek, ez egy egymásra utaltság nyilvánvalóan. És Nem csak az én érkezésem indukálta ezt a folyamatot, hanem maga ugye a Covid, illetve a járvány is rámutatott arra, ugye erről már korábban beszéltünk, hogy a nemzetközi piacok gyengélkedése rávilágította arra, hogy bizony-bizony nagyon fontos a hazai piac, illetve a hazai potenciális hazai fogyasztóknak a képzése, edukációja és ad abszurdum a hazai piacnak a fölépítése. Azt gondolom, hogy a következő év az ebből a szempontból egy újabb előrelépési lehetőséget jelenthet. Tehát úgy értem, hogy a 2022-es év ugyanis figyelembe kell venni a fogyasztói szokásoknak a módosulását, a fogyasztóknak a napirend módosulását, változását, igény növekedését, igényszint növekedését, és egyáltalán a termékeknek a korszerűségét, és azt, hogy milyen szinten tudjuk ezzel kiszolgálni a fogyasztóközönséget. Nagyon nagy terveink, nagyon nagy gondolataink vannak arról, hogy mit szeretnénk, és hogy szeretnénk ezt a folyamatot tovább folytatni. Nem fogunk leállni benne, az egész biztos, nem fogunk beleülni, ráülni erre a sikerre.
azt gondolom, hogy jobb ornak is kell a cégért, tehát folyamatosan fáradoznunk kell azon, hogy ezt növeljük. Én akkor lennék a legboldogabb, megmondom őszintén, hogyha a teljes termékportfóliónk itt fogyná Magyarországon. Nekem ez jelenteni a legnagyobb sikert. Nyilván egy mankó az export, a külföld, addig, amíg ez nem teljesül, de én azt gondolom, hogy egy 3-4 adag vadétel egy főre eső éves fogyasztása nem jelent túl nagy kihívást a fogyasztók részére, tudva azt, hogy ez egy tökéletes élelmiszer. Világos. Itt azért felvetődik a kérdés, hogy nyilván az új termékek, azt mondom, fogyasztóbarát termékek megjelenése nagyon fontos, ez az egyik, de hát ezt meg kell termelni, ez az egyik oldal. A másik, hogy mennyit segít az Agrármarketing Centrum kampánya, hiszen ez nyilván ez kettősség. Tehát először is kell olyan termék, amelyet az Agrármarketing Centrum népszerűsíthet. Így van. És ez jó út, ahol most tart. Szenzációs, jó. Igen, igen. Hát ez egy sikertörténet, meg kell, hogy mondjam. Azt gondolom, hogy az elmúlt évben talán a legnagyobb ugrást ez jelentette. Tehát mondok egy példát, ugye kint voltunk a Vadászati és Természeti Világkiállításon, és főleg az OMÉK rendezvény volt az, ami a mi szempontunkból ugye nagyon jelentőségteljes volt, és az AMC, az Agrár Marketing Centrum standjának a részét képeztük tulajdonképpen, és fantasztikus támogatásban volt részünk az AMC részéről. Utólag is nagy köszönet érte, és nem győzök eleget hálálkodni. Azt gondolom, remélem, hogy ez a folyamat, ami elkezdődött, ez tovább fog tudni folytatódni, és az, amit ott az OMÉK-on mi letettünk az asztalra, úgymond, ez konkrétan 3000 adag kóstoló volt, amit ugye az ott jelenlévőknek a 3-4 nap alatt kiosztottunk, de csepp a tengerben, hiszen volt olyan nap, amikor 50-60 ezeren jöttek be, és rengeteg embert meg tudtunk szólítani. Nagyon-nagyon értékes konzultációkat folytattunk fogyasztókkal, kisfogyasztókkal, tehát nem nagy elosztó cégek voltak a célpont, hanem az, hogy megtudjuk, hogyan gondolkodik a vadhúsról a fogyasztó, és azt gondolom, hogy ezeket az információkat az idejébe be fogjuk tudni építeni a portfóliónkba. Nem mentünk el szó nélkül, hogy egyáltalán egy ilyen portfólió hogy jött létre. Nyilván kell egy gondoskodó, tisztelettel és szakmai tudással rendelkező ember, ez legyél te. Kell hozzá technikai berendezés munkatársak, kell egy felmérés, hogy milyen vadhúst fogyasztan szívesen a vásárló, és hát kell egy olyan választék is, ami ezt adott esetben bővíti. Igen, igen, és talán ez még nem is elég, bár rettetesen fontos, de borzasztóan fontosnak érzem a marketingnek a szerepét. Én magam nem vagyok marketing szakember, és ilyen botcsinálta mellékes marketinges vagyok, de kellenek azok a kollégáim, akik ebbe energiát fordítanak, hogy megvizsgálják a piaci igényeket, megvizsgálják azt, hogy az egyes szegmensek azok milyen igényszinten, milyen termék típusokra nyitottak, és megvizsgálják azt, hogy merre van az előrevezető út, és nagyon fontos az, hogy ezeknek megfelelő termékeket, megjelenést és kommunikációs pályákat tudjunk találni, mert enélkül hiába csinálunk mi jó termékeket, vagy vannak jó ötleteink, egyszerűen nem fog célba találni. Nagyon érdekes példát mondok. Az elmúlt évben már én minden partnerünket, minden multi kisker partnerünket, illetve nagykereskedő partnerünket arra sarkaltam, arra motiváltam, hogy minél több továbbfeldolgozott terméket tegyenek a polcra. Részint sikerült is, de még mindig azon a szinten vagyunk, hogy a legnagyobb részt itt Magyarországon is, továbbra is a tőkehús termékek, fagyasztott tőkehús termékek teszik ki. Nem probléma. Úgy tűnik, hogy ezeknek
pontosabban nem csak úgy tűnik, hanem valójában ezeknek is a piaci részaránya növekedése tökéletesen látható. De még mindig rengeteg energia kell ahhoz, hogy tényleg megtaláljuk azokat a tovább feldolgozott termékeket, amik simán be tudnak menni a fogyasztásba. Ugye ez többek között a Vadex Vadvilág termékcsoport. Ugye azt tudjuk, hogy itt Fehérváron is már megjelent ez az üzlet, de az is nagyon fontos, hogy kiket sikerült rávenni arra, ez rossz szó nyilván, de megnyerni annak, hogy a nagy áruházláncok közül, hogy, mert hogy ugye most már vannak négyen. Igen. Ahol lehet ezeket a termékek. Vannak-e visszajelzések? Igen, vannak, és nagyon örülök, hogy én egy kicsit ilyen kísérleti gondolkodású vagyok, és néha teszek olyan köröket is, amiből olyan információkhoz jutok, amivel akár utána évekkel tudok tovább lépni. És nagyon örülök, hogy volt olyan multinacionális kiskereskedelmi partnerünk, aki nyitott volt arra évvégén, hogy több olyan terméket is betegyen akcióba, amelyek esetleg máshol, vagy más ilyen típusú kereskedelmi egységben nem kerülhettek volna be. Nagyon izgalmas, egy útkeresésben vagyunk, és ezek a termékek azt gondolom, hogy akár most ebben az elmúlt szezonban, akár a következő évben egyre nagyobb és nagyobb mértékben képviseltethetik a vadfeldolgozás ágazatát. Az kiderült az elmúlt időszakban, hogy a vásárlók mit szeretnének? Ugye említetted a tőkehúst, hogy általában Magyarországon ugye a tőkehús a népszerű, ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a Vadex számtalan olyan termékkel bír, amely a továbbfeldolgozott termék, és azt hiszem, hogy itt ezeknek a népszerűséget kell valahogyan továbbfejleszteni. Igen. Érdekes a tavalyi év. A tavalyi év egy hullámzás. Ugye az első 6 hónap a lezárások miatt egy borzasztó mélypontot, vagy legalábbis nagy visszaesést mutatott a korábbi évekhez képest. A második 6 hónap az pedig gyakorlatilag egy szárnyalás volt. Minden tekintetben egy nagyon munkás, de nagyon szép visszajelzésekkel jellemezhető 6 hónap. Meg kell különböztetni ugye egymástól a horeca szektort, meg a kiskereskedelmet, de mégsem lehet teljes egészében, hiszen a végső elem mindig a fogyasztó. Tehát akár egy étteremben, akár pedig az otthon a saját konyhánkban elkészített alapanyagokból az ételeinket, végül mégis a fogyasztó fogyasztja el. Nem gondolom rossz iránynak a tőkehús sem, viszont a tőkehúst is meg lehet olyan formába, vagy olyan formába lehet hozni, vagy úgy lehet formulázni, hogy az segítse a fogyasztást. Itt ugye a konyhakész termékekről beszélek, és arról az irányról, ami végül a fogyasztásra kész termékekben fog összpontosulni, illetve kicsúcsosodni. Ezek a továbbfeldolgozott termékek, amiket most jelen pillanatban mi csinálunk, ez azt gondolom egy lépcsőt jelent. Tehát itt ugye azokról a pácolt húsokról, szeletkockázott, csíkozott húsokról, hamburgerpogácsáról, grillkolbászokról és más egyéb pástétonféleségekről beszélünk, ami már egy éve ugye intenzíven bent van a piacon. Én azt gondolom, hogy a következő lépcső az már ezek jó része fagyasztott termék. Az már a hűtést igénylő termék lesz. Látszik az, hogy vannak próbálkozások a konyhakész termékek iránt, és nekem is ugye már tavaly is beszéltünk erről, hogy szándékom ebbe az irányba elmozdulni. Azt gondolom, hogy még annyira erre nincs kész a magyar fogyasztó, azért, mert ugye mindenkinek speciális fűszerezési, ízesítési, egyéb igényei vannak. Nagyon nehéz ennek megfelelni egy vonulattal. De egy hűtést igénylő termék, ami már gyakorlatilag szinte majdnem fogyasztásra kész, tehát mondjuk gondolok itt egy olyan már szuvidát elkészített főtt húsra, amit utána csak le kell pirítani, teszem azt mondjuk, vagy végső formába kell hozni, és mondjuk negyed óra alatt, 10 perc alatt elkészíthető. Egy ilyen vonal szerintem az, ami már a következő lépcsőfokot képviselheti. Mindenképpen azt gondolom, hogy ebbe az irányba kell elmozdulni. Ez a mostani, ez egy nagyon jó alap,
de erről tovább kell lépni. Nyilván ez majd a következő hónapok kérdése, hogy milyen irányba és milyen termékportfólió lesz az, ami a következő Vadex vadvilág lépcsőt fogja képviselni. Én örülök neki, hogy ilyen gondoskodóan készül ez a terv, az üzleti terv, mert azt hiszem, hogy azért szükség van nyilvánvaló. A továbbfejlődés záloga pedig nem lehet más, mint egy új portfólió. No, én köszönöm szépen, ugyanakkor most megnézünk egy olyan filmet, kedves nézőink, amely a Vadex felkérésére készült, máshova természetesen, és ott megmutatjuk, hogy honnét indul el a vathús feldolgozás, és hova érkezik. Nézzük meg együtt ezt a filmet. A vathús biojellegű természetes ökológiai környezetből származó húsfajta, amely rendkívül egészséges, a legnagyobb mértékben tartalmazza a fehérjéket a húsfajták között, természetes vitamin és ásványi anyagforrás. A nagyüzemi hústermelésben keletkező húsokkal ellentétben a vathús termelése során a vadon élő állatok étrendje, takarmánya a lehető legtermészetesebb. A nagyüzemi hústermelő állatállományok az intenzív tartás során a nagy egyensúlyűség, a stressz, a nehezen teljesíthető higiéniai feltételek és a rendkívül intenzív életciklus miatt folyamatosan gyógyszerezésre szorulnak. Ezzel szemben a vadlegelőkön nincs mesterséges kártevőírtás, nincs vegyszerhasználat, helyette változatos összetételű, gyógynövényekben gazdag táplálék, amelyet a vad a természetes igényének megfelelően fogyaszt. A legmagasabb szintű nyugat-európai és hazai követelményeknek megfelelő termékeket tudjuk előállítani. Gyakorlatilag név szerint, tehát Vadex név szerint keresik Nyugat-Európában a termékeinket. És ez semmi másnak nem köszönhető, mint annak, hogy olyan kollégákkal, olyan szakemberekkel, olyan hentesekkel, olyan elhivatott és lojális kollégákkal rendelkezünk, akik itt vannak körülöttünk. A vadfeldolgozó üzemekben a vadászterületekről beszállított lőtt vadat szigorú hatósági állatorvos vizsgálat során minősítik emberi fogyasztásra alkalmasnak. Az ellenőrzés során nem csak az esetleges minőségromlást figyelik, de különös tekintettel vizsgálják a lőtt vad egészségi állapotát. A hatósági állatorvosi vizsgálat végeztével csak olyan lőtt vad kerülhet feldolgozásra, ami minden tekintetben alkalmas az emberi fogyasztásra. A húsvizsgálat vad esetében egyedi, azonosított egyedek testének a vizsgálatát jelenti. Az azonosítás első eleme a vadászati hatóság által adományozott úgynevezett nagyvadazonosító szám, amelyet az elejtést követően a vadász köteles haladéktalanul a helyszínen behelyezni az állati testbe, jellemzően az Achilles-ín mögé. Ezt követően zsigereli a vadat, illetve zsigerélés után hűtőkamrában helyezi el az üzembe történő beszállításig. Már a hűtőkamrában kap egy vonalkóddal ellátott, elektronikusan kezelhető azonosító számot, ezt az üzem bocsátja a hűtőkamra rendelkezésére, és a helyszínen, a zsigerelésnél jelenlévő képesített vadhúsvizsgáló személy, aki tanfolyamot végzett és kapott egy ellenőrzési számot az ezt követően tett vizsgát követően, alkalmazását jogszabály írja elő, meghatározott birtok nagyságon felül a vadászatra jogosult köteles egy ilyen szakembert alkalmazni. Az elejtő vadász és a képesített vadhúsvizsgáló által rendelkezésre bocsátott információ, valamint az itt megtekintéssel, bemetszéssel elvégzett húsvizsgálat alapján, valamint vaddisznó esetében a húsból, annak is meghatározott úgynevezett predilekciós pontjairól, tehát a rekesz izomból, illetve az újhajlító izomból kivett mintából végezzük el az úgynevezett trihinella vizsgálatot, ami ugye a mikrobiológiai veszélyelhárításnak részét képezi. A trihinella halálos megbetegedést okozhat emberekben, ezért ezt a helyszínen elvégzett laborvizsgálattal zárjuk ki.
a földolgozásra, csak ezen vizsgálaton átesett vaddisznó teste bocsátható. Fizikális vizsgálat megtekintéssel kiterjed a testüregre, illetve a kültakaróra, végtagokra, belső felszínre, és bemetszést is ejtünk a húsállomány vizsgálatára, valamint bemetszük a testtájéki nyirokcsomókat, azok közül az úgynevezett állkapocs alatti nyirokcsomót a gümőkoros fertőzöttség földerítése végett. Ha mindezen vizsgálatok elvégzése után negatív a leletünk, akkor tovább földolgozásra bocsátjuk, ugye negatív trihinella vizsgálati eredményt követően az állati testet. A tovább földolgozás az állati testnek a lenyúzásával kezdődik, és ott már eltávolítják az egyedi azonosítókat, viszont a gyártási naplóban szerepel, hogy aznap milyen azonosító számú vad került földolgozásra. Tehát utólagos problémák esetén nyomon követhető a tétel, az aznapi gyártási tétel, és a gyártó visszahívhatja a terméket, akár sajátra, akár a forgalomból. A lőtt vad feldolgozása során a hazai üzemek a legmodernebb technológiával dolgoznak. Ennek része a beszállítástól kezdve a hőmérséklet folyamatos ellenőrzése egészen a késztermék csomagolásáig. A lőtt vad beszállító és a késztermék kiszállító hűtőkocsik folyamatos valós idejű hőmérséklet ellenőrző és naplózó rendszerei, az átvételi helyiségek, a feldolgozó helyiségek, számítógépes hőmérséklet, páratartalom szabályozó, ellenőrző berendezési, a legszigorúbb előírásoknak is megfelelnek. A csontozóból átjött alapanyagot a hűtőbe tettük, onnan kimértük és hoztuk ide a darálóhoz, ami a hús pogácsa gyártásának az első fázisa. A darálás után visszük majd a keverőbe, ahol a fűszerezzük és előkészítjük a húspogácsázást. Után lefagyasztjuk, mínusz 38 fokon sokkoljuk egy 10 percig, és utána csomagoljuk. A csomagolás után kap egy címkét, amin szerepel a lotszám, ami végigköveti a termékeket a minőségi követelményeknek megfelelően. Ezen a címkén rajta van a gyártási idő, illetve a fogyasztási idő is. A csomagolás után egyből kartonozzuk, és a kartonos terméket újra fagyasztjuk, és így várja a kiszállítást. Nagyon nagy energiákat fordítottunk a hazai piacnak az építésére, ezért több multikiskerláncban is bent vannak az új termékeink, amelyet az új továbbfeldolgozó üzemben gyártunk, illetve van olyan termékünk, amelyet a régi üzemünkbe, a tőkehús üzemünkben állítunk elő, például szarvascomb, a szarvas pörkölt apró hús, illetve muflonhús, és ezeket gyakorlatilag bárki meg tudja találni ezekben az üzlethálózatokban. Székesfehérváron is kaphatóak ezek a termékeink, tehát akár a tálcás, akár a tőkehús termékek fagyasztott formában, de akár az erdei delikátesz üzletünkbe is bárkit szeretettel látunk, ott egy szélesebb áruválasztékkal tudunk a kedves fogyasztók rendelkezésére állni, és én azt gondolom, hogy keressenek minket akár a honlapunkon, akár az elérhetőségeinken keresztül, és ki fogjuk tudni szolgálni a vásárlókat. A vadhús, mint konyhai alapanyag egyre ismertebbé válik Magyarországon is. A korábbi gyakorlattal ellentétben már nem csak az éttermékben, hanem a hazai áruházláncokban és szakkereskedők üzleteiben érhetők el a vadhús készítmények. Múlóban van az a szokás is, hogy csak télen vagy különleges alkalmakkor fogyasztunk vadhúst.
Egyre többen ismerik fel azt is, hogy a vadételeknek milyen kedvező élettani hatásaik vannak. Ma a paleo táplálkozás divatba jött, amihez nagyon jól kapcsolható a vadfogyasztás. Érezhetően nőtt az utóbbi időkben az érdeklődés a gasztronómia, a kiskereskedelem részéről is. Ez segítik a különböző főzőversenyek, gasztronómiai fesztiválok, és emellett keresik a továbblépés lehetőségét a közétkeztetés irányába is. Bár tudjuk, hogy nem fognak két naponta vaddisznót, szarvast adni az óvodákban, iskolákban, mégis többször kerülhetne az asztalra a feldolgozott áru, vagy a konyhánkba tőkehús. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!